Sziasztok, sziasztok, nevem Gábor Lázs, és emlékeztek talán, hogy egy drónt bemutattam nektek, ami 15.000 forintba kerül, egy 50 eurós kis drón, amit most éppen pislog nekem, mert azt is persze mutattam, hogy hogy repül. Most rájöttem, hogy hogy lehet igazából egyszerűen használni, meg is mutatom szívesen, hogy hogy repül, és a videókamera minőségét, mert 720p-ben lehet videókamerával felvenni, csak telefonnal lehet igazából valósítani, hogyha letöltök az appet, amit nem csináltam meg, mert azt akarom bemutatni, hogy hogy tudjuk használni a kontrollerrel, ami a dobozban van, amiben bele kell rakni 2-3 a betűs elemet, tehát a kis ceruza elem, azt hiszem, azt, ami 3A, mindegy, az a lényeg, hogy elemet rakunk bele, és kihajtjuk persze a kis propellereket, erre emlékeztek talán, hogy ez ilyen összehajtató, mint a Spark, nem a Sparkot nem, mint a DJI-nak a Mavic Pro-ja. Kihajtjuk, itt látjátok, hogy hátul most pirosan pislog, elől fehéren pislog, az azt jelenti, hogy még nincs összecsatlakozva semmivel, de bemutatom, hogyha kikapcsoljuk, megnyomjuk a gombot a tetején, akkor persze már nem világít. Itt is most be van kapcsolva, azért világít pirosan a kis kontrollerünk, ezt is kikapcsoljuk, és bemutatom, hogy hogy kell konfigurálni. Ott hátul van egy kis doboz, amit adtak hozzám, amikor kicsomagoltam. Erre egyszerűen rárakjuk, megnyomjuk a bekapcs gombot, elkezd pirosan pislogni, itt is bekapcsoljuk, lemozgatjuk a kontrollert, és már csatlakozva is van. Hogyha már nem pislog a drón, akkor azt jelenti, hogy csatlakozva van, és hogyha ez se pislog, akkor ez is csatlakozva van a drónnal. És ilyenkor, hogyha most felfelé vagy lefelé majd ezt mozgatom a kis kontrollernek a kis pöckét a tetejét, akkor tudjuk azt látni, hogy milyen magasra repüljön, meg mennyire lerepüljön, de ahhoz, hogy elinduljon a propellere, be kell nyomni a gombot. Ez a többi négy gombot, ezt nem kell használni, a jobb oldalival tudjuk kalibrálni, de megnyomjuk a felső gombot, és akkor mindjárt el is indul, és akkor úgy kontrollálom azt, hogy merre repül, hogy mozgatom a kezemet, mint hogy egy V-kontrollert használnék, vagy most már a Switch-n is ugyanez van persze benne, és mindjárt meglátjátok, ez milyen jól működik, csak persze nem tudok videófelvételt csinálni, hogyha a kontrollert használom, úgyhogy a mobiltelefonnal kéne ugyanezt csinálni, joystickokkal meg minden, ahogy lássam is aktívan, hogy mit vesz fel a drón, ezt mindjárt majd Instagramra, meg Facebookra feltöltöm a videókamera minőségét az eShine E56 drónnak, és kíváncsi vagyok én is, hogy milyen, mert még nem próbáltam ki appal igazából, hogy hogy működik, mert az Bluetooth-on működne, ezzel messzebb tudtok repülni, és csak repülni tudtok, és ja, kíváncsi vagyok, te gondolom ti is, úgyhogy nyomjuk meg a gombot, hogy induljon el a propellere. És amíg már repültem, vagy 2 percet most vele, 6 és 9 perc között tud repülni, attól függően, hogy milyen gyorsan repültök, mennyire mentek fel meg le, mennyire fúj a szél, de majd nagyon gyönyörű téli nap van, ahol most nincs éppen hó, de süt a nap, és egy szikra szél sincs, úgyhogy ideális drón napnak lehet ezt nevezni, még egy felhő sincs az égen. Mert látjátok, hogy szépen repül, világít pirosan, kicsit jobbra mozgatom, akkor jobbra repül, egy kicsit balra mozgatom, balra repül, kicsit lentebb ment most éppen, meg fentebb, nem tudja megtartani az egy magasságot annyira stabilan, de szépen tudom itt mozgatni jobbra, meg balra, és azt mondom, hogy fentebb menjen, akkor fentebb nyomom itt egy kicsit a gombot, és akkor persze fentebb repül, menjünk itt előrébb, balra, ne repüljön neki a kintának, és így tovább, mert még fentebb is, lentebb is. Hát látjátok, elég szépen lehet vele repkedni, és azt mondom, hogy szálljon le, akkor persze egyszerűen lefelé nyomom a gombot, még a földön van, és ha megnyomom még egyszer be a gombot, akkor ki is kapcsolja a propellert, és kész vagyunk a kis repkedéssel. Tehát nagyon szép kis, praktikus, és olcsó drón, hogyha egy drón kezdők akartok lenni, akik csak kipróbálják, hogy milyen ez, miket lehet vele csinálni, már akartok egy kis videófelvételt is csinálni, és csak gyakorolni egy kicsit a drón használatát, nem kell már is 2-300 000 forintot kiadni, hanem tudtok tényleg már 15-20 000 forintért is így kapni. És amúgy fel lehet tölteni a drónt úgy is, hogy itt benne marad az aksi, nem kell kivenni az aksit feltétlenül belőle, tehát elég szépen megoldott itt az eShine ezt a kis E56-os drónt, és nagyon tetszik ez a megoldás, hogyha még olcsóban meg tudják csinálni 10 000 forintot, úgyhogy ezt kihagyják, és mobiltelefonnal lehet használni, szerintem olyan is lesz a jövőben, de kíváncsi, hogy ti mit szóltok hozzá, nektek milyen drón tetszik a legjobban, a Sparkot is megkipróbáltam, láttátok azt hiszem a tesztemet, hogyha nem, akkor belinkelem persze nektek fent, mert sokat használtam azt én is, ott kezelt felismerés, akkor így lehet igazából kontrollálni ugyanígy ilyen gesztusokkal, de szerintem így kontrollerre eléggé jó ötlet és szép ötlete, itt van az eShine-nek, és Európa szerte könnyű megrendelni is az online shopjukból. Közben néztetek, nevem Gábor Lázs, ez volt az eShine E56 kis drón, legközelebbi ne felejtsetek feliratkozni, és sziasztok!